Száz évvel ezelőtt volt 1918. november 11-e. Aznap délelőtt 11 órakor minden faluban és városban megszólaltak a harangok Franciaországban. A frontvonalon kürt szóval jelezték a fegyverszünetet. Azon a napon ért véget az első világháború, vagy ahogy akkor emlegették, a nagyháború, háború, amelynek négy éven át tartó súlyos harcaiban 10 millió ember vesztette életét. A fegyverszünetet, amelyben Németország elismerte vereségét, már korábban aláírták aznap hajnali 5 órakor, ebben a vasúti kocsiban, amelyet egy Párizstól északra fekvő erdőben a retnódi tisztáson parkoltak le. Párizsban több százan köszöntötték tapsal a francia kormányfőt George clemenceau Németországban, ahol sok hely érintetlen maradt a harcoktól, a megkönnyebbülés érzése megszégyenüléssel keveredett. Ez az érzés hét hónappal később a Versailles béke megkötésekor csak tovább erősödött. A feltételek olyan kemények voltak Németország számára, hogy sokkal inkább diktátumnak tekintették. Sok történés szerint ez a megaláztatás okozta a nácizmus megerősödését, ami a második világháborúhoz vezetett.